Itt Szikszó városában összesen 18 darab kamera kerül felszerelésre, köztük egy Speed Dome is. Ezek egészen modern megapixeles kamerák, IP megapixel kamerák. Egy picit, hogy közelebb vigyük a valósághoz az embereket. A hagyományos analóg kamerák képe az körülbelül a hagyományos tévének a felbontásával volt egyenértékű, és ugye el lehetett felejteni azt, amit a filmekben látunk, hogy nagyítunk belőle, és majd több információt csalunk ki a felrögzített képből. Ezek a kamerák viszont már képesek erre, úgy, mint egy fényképezőgép. Lehet mérlegelni, hogy a 3 megapixel, 5 megapixel, természetesen itt mozgóképről van szó, ezek 3 megapixeles kamerák, nagyon-nagyon nagy felbontásúak, jóval a Full HD-s tévék felbontása fölött teljesítenek, tehát értelemszerűen tűjeles képet biztosítanak, és tulajdonképpen alkalmas abszolút autók, rendszámok felismerésére, és maga a rendszer pedig egy olyan professzionális rendszer lesz, ami nagyon sok modullal kiegészíthető, adott esetben akár rendszerfelismerő modullal, tehát szinte korlátlanok a lehetőségek. A beüzemelésre vonatkozólag ez várhatólag már a jövő héttől várható, hogy üzemelni fog a rendszer. Finomításokra biztos, hogy szükség lesz még, de tulajdonképpen üzemelni fog. És még egy fontos dolog, egy érdekesség, ezek a Speed Dome kamerák, ha már említettük, ezek képesek arra, hogy saját magukat mozgassák, adott esetben be lehet programozni úgy is, hogyha valamelyik kamerakép eltűnik, mondjuk egy szabotás akció miatt, és ez a Speed Dome kamera rálát, akkor automatikusan ráfordul a kamerára. Ebből lehet látni, hogy itt azért ezek a lehetőségek teljesen mások, mint egy analóg rendszer esetében. A kamerák éjszaka is készítenek képet, legtöbbször mindenhol van közvilágítás, tehát igazából ezek a kamerák annyira érzékenyek, hogy ez alatt a közvilágítás alatt is tökéletesen teljesítenek. A központba érkezik be minden kamera képe, ahol egy központi rögzítő működik, tehát minden kamerakép egy helyre fut be, és tulajdonképpen két hétre visszamenőleg lehet az adatokat előkeresni, tehát itt értelemszerűen, hogyha valaki rosszban sántikál, akkor valószínűleg két hét múlva is nyomait fogjuk találni a rendszerben. Minimális, az átviteli rendszerből fakadóan esetleg lehet pár másodperc, de tulajdonképpen ez tévétechnikában egyébként sokkal nagyobb elcsúszások vannak, tehát egy adott közvetítésnél, ami tengeren túlról érkezik, jóval nagyobb az eltérés, mint ennél a rendszernél. Tulajdonképpen lehet mondani, hogy teljesen valós képet mutatnak ezek a rendszerek.